Nem régiben fenn volt még, lehet, hogy azóta már leszették, nem tudom. De volt egy nyerőséges videók elé bevágható reklámunk YouTube-on, ami, hát, a frászt hozta rám. Oké, nyilván szeretjük a YouTube adokat, nélkülük nem lenne ingyenes az oldal, stb. És hogy melyik reklámról lenne szó? Guess what? Hey guys, I'm Shawn Mendes. Csak nekem lett tőle full jumpscare feelingem? Mert igen, az előző napokban többször is megtörténtek velem ilyen esetek. Ne értsetek félre, nincs semmi bajom Shawn Mendezzel, a popzenével, vagy akármelyik zenei ágazattal. Egyrészt rengeteg féle zenét hallgatok, mindenféle előadóktól, másrészt pedig nem tartom magam rockernek, vagy ilyesminek. Szóval, ja. Épp csak őt nem hallgatom több ok miatt is, amiket most nem részleteznék. Csak megemlítem, hogy az is jelentősen közrejátszott ebben, hogy egy bizonyos haverom egész nyáron az ő számait nyomatta. Mondjuk tőlem megkapott Eskimo Callboyt, szóval azt hiszem kvittek vagyunk. Mintha csak ugyanez az énekes énekelne. Nincs is különbség a kettő zene között. Igen, oké, tudom, tisztában vagyok, túlreagálom néha a dolgot. Itt az idő hallgatni valami altatót. Na gyere ide, kedvenc kis plusz. Ki a faszom rakta ide ezt a szar plusz macit? Istenem, hálének. Itt van a kedvenc plusz lábam. Oké, valami jó kis altató. Hey guys, I'm Shawn Mendes. Csak ismeritek el, hogy elég nehéz mit kezdeni egy ilyennel. Amikor elkészültél egy ilyenre? Na mindegy, erről ennyit. Illetve még egy random tény, amivel szerek senkit se izgat. De ezek alapján hadd osszam meg veletek a néhány nappal ezelőtti megkérdőjelezhetően intelligens gondolatmenetemet. Hey guys, I'm Shawn Mendes. If you like this video, please share it. I'm Shawn Mendes. 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 Always, man. Please share it. Shawn, when do you get nervous? Nerves mean you care. I'm Shawn Mendes. Mendes. Bazd meg, Mendes. Ez most komoly. Ha így folytatod, a végén még véletlenül valaki elrabol, és addig hallgatod fel egy metált, amíg át nem formálódik a zenei stílusod. De lehetséges lenne ez? Hát nem hiszem, hogy 36,5%-kal viccesebb lenne egy koncert. Pedig biztos jó metal énekes lenne belőle. It is in his blood. I know.